Kedves kollégák, számomra mindig nagyon nagy öröm, hogyha könyvtáros tanárokkal lehetek együtt, különösen, hogy ennyi kollégával. Ennél már csak egy dolog lenne szebb, meg jobb, hogyha személyesen találkozhatnánk, viszont használjuk ki most ezt a lehetőséget. Én azt a kérést kaptam, hogy egy kicsit beszéljek a mi szervezetünkről, a Történelem Tanárok Egyletéről. Ez egy nagyon felelőtlen és meggondolatlan kérés volt, mert erről 3 napig tudok egy levegővel beszélni, de visszafogom magam. Tehát, ha véletlenül valaki a jelenlevők közül nem ismerné a TTE-t, akkor nem olyan régiek vagyunk, mint a Könyvtáros Tanárok Egyesülete, mert csak 89-ben alakult a szervezetünk, de majdnem. Igen-igen régóta működik együtt a két szervezet. Elsők között találtunk egymással a pedagógus szakmai szervezetek közül, és mindig nagyon izgalmas és fontos volt ez az együttműködés. Ami a TTE-t illeti, tényleg csak az aktuális programjainkról szólnék néhány szót. A honlapunkon is látható, ami most ugye a képernyőn is látszik, hogy többek között van egy metodikai sorozatunk, amelynek most témája az emberi jogok. Az emberi jogok tanításával is együtt gondolkodunk a Könyvtáros Tanárok Egyesületével is, mint sok-sok más szervezettel, úgyhogy ezúton is jelzem, hogyha a jelenlévőknek építő gondolatai lennének ebben a témakörben, akkor hajrá, hogyha nem is épp ennek a mostani rendezvénynek a keretében, de együtt léphetünk, együtt gondolkozhatunk ezen a területen is. Egy másik ügy, amely a könyvtárosokat, könyvtáros tanárokat és a töri tanárokat is igen-igen érintette is, az a töri atlaszok ügye. Hát ugye a könyvtáros tanárokat talán a kölcsönzés tekintetében is, mondjuk amikor valaki otthon hagyja az atlaszát, akkor nem kap hiányt, hogyha időbe bemegy a könyvtárba, és ezt pótolja, amiként a tankönyvét is. Diákjaim rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel. A Történelem Tanárok Egylete több éven keresztül mentette meg az érettségiző diákokat attól, hogy csak a jelenlegi, akkor még ennyire sem kiforrott állami atlasz használhassák az érettségén, és ez összességében 150 ezer diáknak könnyítette meg az érettségire való felkészülését és az érettségijét 2 tanéven keresztül. Tankönyvbírálatokkal is rendszeresen foglalkozunk, talán találkoztak ezzel a kollégák. Én nem is beszélnék itt hosszasabban arról, hogy mit csinálunk, hanem inkább azt gondolom, hogy ez az együttműködés miként eddig, ezután is fontos, és most ennek a 2 napnak a keretében is sok sikert kívánok ehhez, és esetleg, hogyha holnap is szólok, akkor a konkrét együttműködésről is beszélek majd röviden. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, és számunkra is nagy öröm volt, és azt gondolom, hogy az atlaszok ugye más szempontból is érint bennünket, amikor mi is szeretnénk forráshasználatot tanítani a gyerekeknek, és olyan atlaszokból kell tanítani, amiből ez szinte lehetetlen. Tehát ez pont napi probléma volt most így a mi iskolánkban is. Hát már rögtön ezzel a közös témán való gondolkodással nyitnám meg én is ezt a közös szakmai napunkat, és nagyon örülök annak, hogy elkezdődhet egy olyan dolog, amivel arra is szeretnénk mi könyvtáros tanárok fókuszálni, hogy az együttműködés, tehát hogy nekünk, könyvtáros tanároknak valahol egy központi szerepünknek kellene lenni abba, hogy az iskolának egyfajta motorja, szellemi műhelye lehessünk, és ez viszont csak akkor működik, hogyha nagyon szoros együttműködéseket tudunk kialakítani a kollégákkal, és erre is lett volna kezdeményezésünk ez a mostani szakmai nap, a szakmai napra kiírt pályázataink. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy együtt működtök velünk. Köszöntöm a kollégákat, akik itt vannak, és reménykedünk benne, hogy nem csak könyvtáros tanárokat, hanem könyvtáros tanárokat és történelem tanárokat,
vagy csak történelem tanárokat is köszönhetünk itt a mai szakmai napunkon. Amit ezzel meg is nyitnék, egy pár aktualitást szeretnék még elmondani a mi részünkről is, ami nagyon-nagyon fontos, kedves kollégák, és szeretném, hogyha továbbadnátok a hírt, hogy ugye ez a szakmai napunk annyiban is egy kicsit formabontó, nem csak az, hogy online, mert ezt kezdjük már megszokni, hanem hogy a tisztújításra is online módon kell majd sort kerítenünk, ami általában az őszi szakmai nappal szokott 5 évente megtörténni. Úgyhogy ezt senki ne felejtse el, hogy a holnapi napig lehet még a jelöléseket leadni, és utána kérlek, hogy kövessétek nyomon ezt az egész folyamatot, hiszen most egy új elnökséget fogunk választani. Ezt látni is fogjátok, hogy több helyen cserék lesznek, és számomra azért is egy kicsit a búcsú is, aminek örültem volna, hogyha nem így online kell megtörténnie, mert így 5 év után én szeretném átadni a stafétát másnak, hogy más is próbálja ki magát ebbe a pozícióba, és ha megszavazza a tagság, akkor szeretnék az elnökségbe maradni, de lehetőleg most egy kicsit, mint póttag. Tehát támogatni a munkát, de egy picit a szélről. Úgyhogy kérlek titeket, hogy ezt nagyon figyeljétek a leveleket is, és hogy a határidőket tartsuk be, mert egyébként működésképtelenek leszünk. Tehát, hogyha az Egyesület működni akar, akkor meg kell, hogy a szavazás történjen az új elnökséggel kapcsolatban. Illetve van egy másik, és ezt megbeszéltük Zödivel, hogy most közben mutatni is fogja, ugye kijön nekünk egy kézikönyvünk nyomtatásba is, ez az Információz, ami szintén a történelem tanároknak is ajánlok egyébként figyelmébe. Online már elérhető, de szakmai támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától, és nyomtatásba is kicsit színesebben, kicsit talán a fiatalokhoz is jobban szóló küllemmel meg tudjuk jelentetni, és ezért kiírtunk erre egyfajta pályázatot, hogyha kipróbálókat keresünk, akik a könyvtáruknak 10 példányt ingyen kapnának, és erre kellene jelentkezni, eddig 4 kollega jelentkezése futott be. Itt látjátok, hogy hogyan történhet ez, és ami egy picikét félre, nem félrevezető, de ugye a műhelyre való jelentkezésnél tudtok jelentkezni a kipróbálásra is. Tehát itt ennek az oldalnak a végén ott lesz egy ilyen, ugye, hogy föl kell újra menni, és akkor ott tudtok újra belépni. De ha bárkinek kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal, és mi segítünk akár a jelentkezéshez való eljutásba is. Én azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes, és a pályázatnál ezt is vállaltuk be, hogy nem csak kiadjuk a tankönyveket, hanem ezeknek a kipróbálását is próbáljuk mentorálni és segíteni. És én azt gondolom, hogy most így, ha közben még eszünkbe jutnak dolgok, akkor azokat úgy is el fogjuk mondani. Úgyhogy én szeretném, hogyha a következő nagyon-nagyon szép hagyományunk kerülne a terítékre, hogy ezt most én nagyon szépen fejeztem ki. Tehát következik a könyvtár és emlékérmeknek az átadása.